igenis, a választások után az Orbán rendszer lebontásához ugyanezt az erős szövetséget fenntartani, mert nem lesz ebben az országban addig béke, amíg nem lesz igazság. Karácsony Gergely visszalépését követően a DK megtartotta az előválasztás második fordulójának kampányító rendezvényét. A Demokratikus Koalíció miniszterelnök jelöltjét, Dobrev Klárát többek közt arról kérdeztük, mit gondol Karácsony Gergely visszalépéséről. Nem változtat azon, amit tennem kell és amit teszek. Járom az országot, vagy éppen itt Budapesten, Kőbányán vagyunk, ahol nagyon sokan vannak, hallgatom az embereket, odafigyelek, és igyekszem megoldásokat hozni a problémáikra. Az én kampánystratégiámon ez nem változtat. Én ma többet tudok az emberek problémáiról Magyarországon, mint ez a kormány az elmúlt 12 évben megtudott. És ez nem azért van, mert én különlegesen jó lennék, hanem azért, mert ők ennyire pocsékul kormányoznak. Holnap Komló, utána Pécs, ugyanezt fogom tenni az előválasztás után, és ugyanezt fogom tenni miniszterelnökként is. Mert kormányozni is csak úgy lehet, hogy az ember szóba áll az állampolgárokkal, a magyarokkal, és az ő problémáikat hallgatja meg. Nem csak arra szerződtünk mi itt, hogy Orbán Viktor kormányát leváltjuk, hanem arra, hogy lebontjuk Orbán rendszerét. És ha bárkinek egy picit is megremeg a térde, azt tudom mondani, hogy a kormányváltás után nem azért lesznek dühösek a magyarok, hogyha nem bontjuk le a kétharmados fideszes egyeduralmat, akár sima többséggel is, hanem azért lesznek dühösek, ha nem bontjuk le. Én azt látom, hogy továbbra is egyre többen és többen vannak, hiszen akárhogy két emberre lehet szavazni, de ez még csak egy hét múlva vége van, és utána mindannyiunknak közösen neki kell állni, hogy egy nagyon erős kampánycsapatot hozzunk létre, és egy kőkemény kampánnyal legyőzzük Orbán Viktort jövő áprilisban. Mi a fideszes rezsi csökkentés? A gazdagoknak már megint rengeteget adott, míg azok, akik keveset fogyasztanak, azok, akiknek nehéz, ők már megint alig kapnak valamit. Na ezt megfordítjuk. Olyan rezsitámogatást fogunk sávosan bevezetni, ami a nagy többségnek csökkenti a rezsijét, a kicsiknek, keveseknek, akik ott vannak a legtetején, azoknak lehet, hogy növeli. De ami a legfontosabb, be fogjuk vezetni az úgynevezett rezsiminimumot. Lehet azt mondani, hogy az áram az egy piaci termék, mindenki fizesse meg az árát. Van ilyen szemlélet. Szerintem pedig az a villanykörte, aminél a gyerek legalább télen is meg tudja írni a házi feladatát, az nem piaci termék, hanem az jár. Az, hogy Márki-Zay Péter azt mondta, hogy önnek nincs esélye legyőzni Orbán Viktort, ez személy szerint önt hogy érinti? Azt hiszem, Márki-Zay Péternek nincsen igaza, de ezt be is fogom bizonyítani.